A zenekar neveltje Tomi Katona triójával lépett fel a PMD Plus Band jubileumi koncertjén. A fiatal zenész immár 12 éve él Texasban, triójával sikert sikerre halmoz. Bejött neki, azt mondja, a pécsi születésű Tomi 7 évesen fogott gitárt a kezébe először, azóta le sem tette. Ma már a Texas Blues egyik legismertebb gitárosa Amerikában. 9 éves korában a Paksi Blues Fesztiválon fellépett, felejthetetlen volt, szenzációs számba ment játéka. A tengeren túlon Texas Flood a zenekar a neve. Ez a trió, ez a Somlai Gábor és a Fekete Attila, és mi már nagyon régóta, tehát ez a PMD-nek tulajdonképpen az alapja, a ritmus szekciója, és hát mi annak idején is már kicsit eltérő műsort játszottunk a PMD-től, mert én inkább el akartam vinni a kicsit rockosabb texasi blues és ebbe a kategóriába a zenét. És hát ma este is leginkább feldolgozások lesznek. Különböző blues előadóktól, nekem a gyökerek nagyon fontosak. Az Albert King, meg a B.B. King, az Albert Collins, hát Stevie Ray Vaughan nyilván, Jimi Hendrix. És hát ő az ő repertoárjukból, az ő válogatott számaikból és még egy saját szám is lesz közötte, abból rakjuk össze ezt a mai estét. Ebb Davis szerint szavakban nem lehet önteni azt, amit érez az elmúlt 30 év után. Szeretet, bizalom, barátság. Így tudná talán legjobban jellemezni a közte és a zenekar közti viszonyt. Szereti a csapatot, a várost, az embereket. A zenéről pedig azt mondja, a memphisi soul blues amerikai zenét nem lehet összehasonlítani az európaival, teljesen más, de mégis egy nyelvet beszélünk a zenénk által a PMD-vel. A blues zene még gyerekkorában ragadta meg, egyszer iskolából hazafelé egy erkélyről lehaladszott a blues, azóta nem tudja elengedni. Ez volt az igazi fülének és szívének. A PMD az egyetlen olyan magyarországi blueszenekar, amelynek immár 3 évtizede állandó eredeti memphisi soul blues énekese van, a 40 éve Berlinben élő Mr. Ebb Davis személyében, akivel 90 perces kiforrott műsoruk van, vallja Fekete Kálmán, a PMD vezetője. Még tervezek idén több olyan koncertet, például Orfin is, Hertelenden is, ahol esetleg meg tudjuk hívni azokat a zenészeket, akik régen szerepeltek a PMD-be, és akkor egy igazi jambori házi buli lesz. De a mai nap az egy ilyen ünnepélyesebb. Itt most azokat a régi számokat adjuk elő Ebb Davisszel, amiket már 20 éve játszunk, illetve 3 új nóta is műsorra kerül, amiben Katona Tomi is természetesen szerepel. Hát ez ugye úgy működik, hogy én elküldök egy ajánlatot Ebb Davisnek. Ő átnézi, és ha jóvá adja, akkor azt a műsort játsszuk el, de ő is elfogadja a mi ötleteinket, véleményünket és számtipjeinket. A két dobos, Somlai Gábor és Simek Tamás, a két katonagitáros, idősebb Katona Tamás és ifjabb Katona Tamás, vagy itt Tomi Katina, Katona, a szájharmonikásunk Berényi Balázs, basszusgitárnál Attila fiam, egyik vendégzenészünk Budapestről a kis Fehér Ádám, ő 13 éves, és a végén Hagyó Béla, aki így előre kinnül, még ő szájharmonikán fog beszállni, hát én pedig Fekete Apu vagyok. A műsort Nemes Nagy Péter, a Magyar Blues Társaság elnöke, zenei szakíró moderálta. Egyébként az ő segítségével került kapcsolatba Ebb Davisszel a PMD, és ő mentorálta őket az első években a Magyar Soul Blues Summit fénykorában. A Tomi Katona trió és a 30 éves PMD Blues Band jubileumi koncertjének másik sztárvendége Fehér Ádám volt, aki szintén PMD növendék 9 éves korától. Gitáros pályafutását a Verőcei Rock and Blues Fesztiválon Horvátországban kezdte, majd tehetségére felfigyelve dúót alakított vele a hazai rock élet ikonja, a Fuvola Lovag, vagyis Török Ádám, és meghívta Berlinbe Ebb Davis is.